szép jó hajnalt mindenkinek, Thorin vagyok, ez pedig az Oxygen Not Included folytatása. Haladunk a bázisunk befejezése felé, na meg az Oxygen létesítmény felé, lassacskán. Plusz be az esetleges magasabb kreativitás felé. Ha majd meglátjuk. Még van bőven mit dolgozniuk, de ez azért apránként halad. Ha! Az ajtó volt a legfontosabb, úgy látom. És nem nagy baj. Az valóban egy fontos elem. Oké, azt hittem itt már valahol sikerült bezárniuk magukat. Azért sikoltoznak ennyit. Igazából az akusztika az teljesen fölösleges. Ez nem annyira. Hát jó esetben nem kell használni egyáltalán, de azért legyen meg. Ez egy gyakori probléma az egész témakörbe, hogy nagyon kevés az, ami teljesen üres ajtó, az annyira nem látszik, hogy akár nem is lenne ott. Akár ha nem is lenne. Na hát, furkásznak, haladnak. Nem egy gyors tempóban, de haladnak. A kreativitás viszont nem javul, amennyire meg tudom állapítani. Vagy legalábbis eddig nem volt szerencséje. Persze nem tudom, milyen gyorsan vagy lassan fog fejlődni. Na, mindenki egészséges, mindenki frankó. Nagyjából kihalt a slime lung. Kolya! Azt mondja, kaja gondok vannak. Valóban nem sok kajánk van. Ami meglepő, mert volt bőven. Vagy csak ennyire sok lesz nagyon záros időn belül? Hát, egy adag észül, érkezik. De lehet, hogy még pár kéne. Kirakunk egy adagot, egy nagyobb adagot. Felteszem, idővel hajlandóak lesznek dolgozni is ezeken.
No, hát ha mindenki egészséges, akkor ezen az ajtó most nincs szükség megkötésre. És jöjjön mindenki úgy, és akként dolgozni, ahogy akar. Van mit melózni. Bőven, bőven akad még mit. Nem erőltetjük túlzásba ezt az ügyet, de nem is kell, hát nem sietünk sehova vele. Attól nem lenne jobb, ha most itt erőlködnénk nagyon gyorsan vele. Egy kis hideg talán hasznunkra válna. Olyan nagyon nem vészes sehol. Hogy nem annyira gázos a helyzet. Na, kicsit javult a kajánk. Hát akkor ezt valószínűleg csak megépítjük ezt a rengeteg extra planter boxot, de nagyjából érvényes, hogy egy ilyen szintöt emberkének elég. Aztán majd meglátjuk, mi lesz. Hát a 6-os prioritás, úgyhogy majd azért csak lejönnek dolgozgatni ezekre. Főleg, mert előbb-utóbb más nem lesz munkának. Itt egy fúrás, ott egy építés, amott egy ismét fúrás. Ja, hogy légig dobálgatják lefelé itt a dolgokat. Megépítették a létre utolsó fokait ezen az oldalon. Kutatás. Az egy rövid, gyors kis kutatás volt. Aztán irány a pumpákhoz és egyebekhez. Még hasznos lehet. Nem? Padlót nem? Picit se. Hm.
Se baj. És ha kész a pumpa, akkor kész a pumpa. Ezzel nincs mit cifrázni. Elvileg erről a mezőről majd ezt a négyet le tudjuk furtni, fúrni, és akkor innen már másik oldalról le lehet fúrni az egészet. Anélkül, hogy gondot okozna. Na, az első padló megvan. Nem kapkodták el. Nagyon nem kapkodták el. De gyere, ráérünk. Úgyis az egészet ki kell fúrni majd addig, mielőtt érdemben nekiállhatnánk a oxigénnek, és még egyre van algánk. Nem sok, van. Végtelenül sok, mint szeretnénk, de van. Azért nem is húzhatjuk a végtelenbe ezt az ügyet. De úgy lassan a felével meg vagyunk azért a víz tározónak. Az érdekesebbik és problémásabb felével. Mondjuk nem, mert utána jön majd a forrázás még. És az a forrázás az nem lesz egyszerű mutatvány.
hát rendezzük valamennyire a cuccot. Érkezik a homokkő. Ide-oda, amoda. Készül az arany. Sok-sok tonnája. Na igen, egy adag kutatás is itt lassacskán haladgat a semmibe. Pedig csak ide kéne jönnie és megépíteniük. Hát ez van. Mindig is furcsa a sorrendiség, főleg amikor ekkorát kell kerülniük. Na. Kaja, az kezd jól állni. Ami örömteli hír. Vagy inkább pont egyensúlyban van. Aztán nagyjából majd lehet egy kicsit növelni a lakosságot végre, ahogy az oxigén rendeződik. Aztán nekiállni. Gáznak, nekiállni kajának, nekiállni ennek, annak, amannak. Oxigénruháknak. Nem kis lelkesedéssel álltak neki ott a cuccoknak. Jippi, lefúrhatok! Furkászni szeretünk, építeni nem. Ahem.
Na hát, lassan azért ez elkészül. Plafon majdnem megvan, egyik fal megvan, stb. Azért várok, mert ezt jobb békés körülmények között kifúrni és kiépíteni, mint víz alatt, ha már lehet, egy darabig. Egy-egy apró kis munkálat. Persze oxigén hiányában küzdenek az egésszel újra és újra, de hát ez majd egy második, sokadik probléma lesz. Egyelőre ennél jobbat nem tudok, mint hogy dolgozzanak. Egyáltalán nincs olyan rossz helyzetben azért a lehetőségük, mint eljátsszák rendszeresen. Főleg, hogy van mit dolgozniuk máshol, ha annyira nem akarnak ezekkel tenni semmit. Ezzel a food shortage-ről rendszeresen megijesztenek, hogy hú, valami nincsen be. Aztán persze, dehogy nem, minden oké. Nem azt mondom, hogy jól állunk, de nem állunk jól. Na, egy fúrásra azért lejött. Egy fúrás erejéig hajlandó volt lejönni. Oké. Akkor azt átrakjuk 6-osra, csak hogy meglegyen. Meg majd a megépítésüket is 6-osra rakjuk. Tudod hagyni egy mezőt. Csak hogy útba legyen.
rendszeresen csökken a kaja, úgyhogy valószínűleg egy picit alatta van a kajának, a kajaigénynek a termelés. Nem sokat, éppen hogy, de az épp elég ahhoz, hogy ne legyünk egyensúlyba. Kezdik nem nagyon megépíteni az itt a végén lévő cuccokat. Oké. Na, hát fúrják ki, amit kifúrhatnak. Aztán meg egyébként ezt le is zárjuk, és elkezdjük a tényleges oxigént valahol. Szóval nem tudom hol. Oxigén bázist. Aludszak egyébként itt. Miért ne? Kell egy elektrolizáló. Kell egy gázpumpa. Kell egy gáz tisztító. Meg egy fal. Abszolút minimalista felállásba. Oké. Ezt a részét
szeretném kifúrni, hogy ezt is le tudjuk ereszteni ide az alsó zónába. Mert az szuper fontos. De az csak egy pár fúrás kell, nagyjából meg is vagyunk. Egyelőre ennyi elég is. Sőt, ezt az egészet le lehet fúrni, mert mit cifrázzunk rajta. Remek. Csak egyenlőre ezt lezárjuk. Már most itt az ideje, hogy elkezdjük építeni ezt. Remek. Vagy hát nagyon közel állunk a remekhez. Nem úgy látom, a kreativitás nem tudja növelni csak úgy festegetéssel, vagy csak nagyon-nagyon lassan. És akkor, ha nem is gyorsan, de nekiállnak ezeknek. És egyenlőre ez kap egy külön generátort, meg egy külön akkumulátort. Aztán majd előbb-utóbb átállunk a rendesre, de most még ez csak ennyi. Kell oda egy automatizáció is. Azt még behúzzuk, mára ennyi. Thank you.
Oké. Okay. Ez az egész legyen 6-os. Folytatjuk innen legközelebb. Nagyjából megvan a víztározónk, elkezdjük az oxigéngyártót. Nyilván a 4 az egy kicsit túlzás egyből elsőre, de mondjuk akkor sok oxigénünk lesz, na bum. Aztán lehet kiépíteni energiát, hidrogént, stb. Van még itt meló. Folytatjuk innen.